Hivatalosan is megszűnt a veszélyhelyzet és a rendkívüli jogrend. A kormány azonban az egészségügyi válsághelyzet kihirdetésének lehetőségével így is rendkívüli jogkörökhöz juthat, állítja az ellenzék. Mire használta a kormány a rendkívüli felhatalmazást, és milyen politikai változásokat hozott az elmúlt időszak az ország életében? Vendégünk Magyar Bálint. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Eljutottunk itt a válság végére, ha ott tartunk egyáltalán, de mondjuk most így, oda, hogy kimondható az a mondat, hogy volt nemzeti egység a járvány idején az ellenzék nélkül is. Idáig ezt Kövér László próbálta mondani, de most már ez teljesen általános politikai mondat lett, úgy tűnik. Jó, ezeket a mondatokat helyértéken kell kezelni, ezek Fidesz propaganda mondatok. Számukra a nemzeti egység az azt jelenti, hogy akik őket követik, azok tartoznak a nemzethez, a többiek pedig nem. De ebből a nézőpontból hogy lehet országot vezetni? Ez megint egy naív kérdés. Ki akar itt országot vezetni? Nem kell? Hát kéne, de ki akar a hatalmon lévők közül országot vezetni? Senki. Lényegében ugye egy válság, egy járvány, az eklatánsan, világosan megvilágítja egy uralomnak a természetét. És ennek az uralomnak a természet ebben a válságban még inkább kidélt. Olyan, mint az a szanitéc, aki a járvány vagy válság sújtotta a sebesültek közül a csatamezőn, kimenti a sajátjait, akiknél valami vagyont lát, azokat kifosztja, a többieket pedig magukra hagyja. Nagyjából az, hogy ez az állam, ez az uralom, ez a hatalom, ez egy ragadozó államként működik, ez ebben a válságban is világossá vált, hiszen ezt is arra használta fel, hogy a saját jogosítványait és hatalmát bővítse. Lényegében a felhatalmazási, meghatalmazási törvényekkel hát úgy adta vissza a hatalmat, hogy nem adta vissza, és ennek van előzménye is például, tehát ha megnézzük azt, hogy annak idején még a vörösiszap katasztrófa idején, akkor egy környezeti vészhelyzetre való hivatkozással létrehoztak egy olyan törvényt, amivel bármikor, bármilyen vállalat vezetését átvetik, majd ezen az ürügyen ezt fenntartották később. Aztán jött a migrációs veszélyhelyzet, az ott hozott intézkedések is fennmaradhattak. Hiszen az még most is tartalmatosan. Ha migráns nincs, akkor ürgejük a társunk, és gyíkemberekről fantáziálunk. És most ugyanez van ezzel a járvánnyal is, hogy a járvány az egy lehetőség. Most egy ragadozó számára ez nem egy megoldandó probléma, a válság, meg a járvány, hanem egy esély, egy alkalom. Alkalom arra, hogy a megsebzett társadalmat, amit egy járvány megsebez, azt tovább, hát hogy mondjam, a uralm alá hajtsa, bizonyos értelemben természetesen a saját törvényeinek ellentmondva is, hiszen az alkotmány az tiltja a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést, de ennek ellenére semmi más nem csinál a Fidesz, csak ez, és ez egy jó alkalom rá, és természetesen azt is tiltják a jogszabályok, hogy BTK-ba ütköző módszerekkel vagyont szerezzenek maguknak, és ez történik, tehát ezt az alkalmat ők kihasználják. Még egy naív megjegyzést akkor engedjen meg. Ahhoz, hogyha bármi más céljuk is volt, azt el tudják érni, ahhoz a járványügyét jól kellett kezelni, mert hogyha nem, akkor az egész rájuk omlik. A járvány kezeléséről mit gondol? Hát a járvány kezelésénél azért azt kell mondani, hogy most nem akarok az orvosi dolgokra visszatérni, de azért ott is én úgy gondolom, hogy a BTK-ba ütköző cselekmények sorozatát követték el. Tehát a betegek hazaküldésére gondol? Az egyik dolog. Szerintem perelni lehetett volna, hiszen a betegek hazaküldése lényegében olyan zsarolás volt az egészségügyi intézmények felé indokolatlan, amelyel kidobtak betegeket kórházakból, és ráadásul az, hogy igazgatókat leváltottak, majd utána nem is helyezték őket vissza, ez teljesen világos volt, hogy az orvosi esküjük hát megsértésére kényszerítették az kórházigazgatók javarészét. De ugyanilyen ez, amikor a főváros kérése ellenére tesztelés nélkül küldik haza a beteget, és ugyanilyen az, hogy amikor a kormánynak kötelezettsége van egy járvány esetén, törvényes kötelezettsége a védőeszközök beszerzésére a lakosság és az intézmények ellátására, ekközben miközben állítólag ugye hát nem adtak a megfelelő önkormányzatoknak, a különböző orvosi intézmények, hiány volt minden, ekközben a mi autokratánk az ajándékozgatott tonna számra védőfelszereléseket boldognak, boldogtalannak a határon kívül. Ez mindén szerintem büntetőjogilag is megkérdőjelezhető.
kivitelezhető cselekmény, nevezetesen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. De ez a járványkezelésnél látszik az, hogy a kezelés egésze az arra ment, hogy természetesen egy bűnöző államnak azért fenn kell tartania valahogy ezt az államot. Ugye angol kifejezéssel az ilyen kormányzást stationary banditnek, tehát letelepedett rablónak, letelepedett banditának nevezik. Nem egy egyszerű bankrablásról van szó, ahol odarohanok, kirabolom a bankot és elmegyek, hát hanem itt maradnak, betörnek a bankba, ott vannak, aztán kényszerűen gyűjtik a pénzt és szedik le. Na most ehhez természetesen valamilyen szinten fenn kell tartani azt a rendszert, de az látszik, hogy a logika, amivel működnek, az nem az, hogy hogyan legyen a legjobb a nemzetnek, az országnak és a többi, hanem hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy lázadások törjenek ki, az elégedetlenség egy olyan szintet érjen el, és ennek vannak erőszakos és nem erőszakos eszközei. Látszik az, hogy akiket ez a járvány és az ezt kísérő válság sújtott, munkanélküliek, étel nélkül maradó szegény gyerekek, akik az iskolából hazaküldtek, sorolni lehetne ezeket a társadalmi réteget, ezekkel rohadtul nem törődött ez a kormány semmit, inkább azzal törődött, hogy az ennek nyomán meglévő elégedetlenséget, az hogyan lehet rendőri, vagy idézőjelben tett járványügyi eszközökkel fékezni. Már a gyerekek az iskolai konyhákból kaptak élelmiszert, azért ezt hadd jegyezzem meg a rendkedvéért. Ez egy helyzet, egy látlelet, amit most leír. Nyilván a nézők egy része egyetért, a nézők egy másik része meg tudna vitatkozni. De a kérdés az, hogy ebből hogy lehet kijönni? Tehát kinek? Hol van az, kinek? Nekünk, mi magyaroknak, itt mi mindannyiunknak, azoknak is, akik oda szavaznak, azoknak is, akik máshova szavaznak, mert én még mindig azt gondolom, hogy ez egy nemzet, és nem kettő. Jó, ez megint ez az álmai diskurzusnak a folytatása, és azt jelenti, csak úgy lehet. Nem lehet, nem. De hogy? Ha ezen a szinten megy a beszélgetés, akkor az gyakorlatilag ezt a hatalmat életben tartja. Vegyük hát már akkor hogy kellene? Mit kérdezzek? Hát először is tudatosítani kéne, hogy ez egy bűnöző állam, és ez a bűnöző állam egyébként a nemzetnek a felét folyamatosan kitagadja a nemzetből. De hát ez egy vélemény. Bocsánat, nem. Kitagadja a nemzetből, nem tekinti a nemzet részének, és miközben népakaratról beszél, és hogy ő a népet képviseli, eközben, ha ez a népakarat nem úgy alakul bizonyos választáson, ahogy ő elgondolja, akkor a választási csalás eszközeivel megváltoztatja ezt az eredményt. Én a választási csalás... Ezeket a változásokat láttuk, ez így van az elmúlt 10 év, hát, ennek a lenyomata. Hát mi az, hogy így van? Tehát akkor ezt nem tekinthetjük természetesnek, ez azt jelenti, hogy nem tekinti legitimnek a népakaratot, amennyiben nem őt igazolja. Az, hogy a választások után, mondjuk azoktól az önkormányzatoktól, amelyekben nem ő nyert, nem az Orbánék nyertek, onnan jogköröket, intézményeket, vagyont, jövedelmet rabolnak le szisztematikusan úgy, hogy tönkre tegyék, ez önmagában egy bűncselekmény, hivatali hatalommal való visszaélés, és így tovább. De ezek a döntések valamennyi önkormányzatot érintik. Nem érintik. Még nem látjuk a precedenst arra, hogy kétféleképpen járnának el. De látjuk a precedenst. Akkor megkérdezem, miért nem tiltakoznak egységesen a budapesti kerületi polgármesterek a önkormányzat alatt történő megszorítások ellen? Azért, mert a fideszesekhez megnyugtatják külön, hogy majd máshonnan visszapótolják ezt a pénzt. Pankovics például a fehérvári polgármesterként tiltakozott. Ritka kivétel. És erről szól a dolog, hogy hogyan változtatom át az egyébként normatív döntéseket, diszkrecionális döntéseket, hogyan büntetek és veszek el valakiktől, és hogyan látjuk a testre szabott jogszabályozás. De most térjünk rá az általános kérdéshez. Ha ezt látjuk, hogy egy olyan uralommal, olyan hatalommal van szemben, amely megkérdőjelezi a nemzet felének a jogát arra, hogy az általa elért eredményeket érvényesítse, és akkor megfosztja ezektől a jogosítványaitól, s vagyonától, és így tovább, akkor az egy nem legitim hatalom. Hát akkor csak visszakerültünk Gulyás Gergely mai mondatához, a nemzet fele, vagy az egész nemzet a kormány oldal. Nincs nemzeti egység, természetesen nemzetnek ők azt a politikai családot tekintik, akiknek a számára előnyöket biztosíthatnak és lerabolják. Itt kell véget vetnünk, és nem azért, mert nem hallgatnám tovább még, mert hallgatnám még vitatkozhatnánk is, meg egyet is értenék egy csomó dologgal nyilván, hanem mert az adásidő ér véget. Egy mondatot. Egy következő beszélgetés lényege az lehet, hogyha az ellenzék nem képes a rendszerkritikai
paradigmál talaján politizálni, és állandóan ilyen álnaív vitákban próbálja meggyőzni az ellenfelét, hogy ő is a nemzet része, ezzel nem csak magát alacsonyítja le, hanem elveszi az esélyét annak, hogy ettől a rendszertől meg lehessen szabadulni. Köszönöm, hogy itt volt, és jöjjön máskor is, hogy folytathassuk. Magyar Bálinttal beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, számítunk rá legközelebb is 9:30-kor híradó, ne feledjék, most meg Jakub Cseh plusz, viszontlátásra.